There, up in heaven. No... És fent vannak a mennyországban. What's heaven? peaceful place in the sky. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo útja néven, a TikTokon, Instagramon, Youtube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Menj az egy békés hely az égben. Ezokból mutatják nekünk ezeket a szerkezeteket fenn az égben, mint amit ebben a filmben megtestesít a USS Nomad, vagy az Alita című filmben az égi város, ahol Nova lakik. ezt el kell pusztítani ahhoz, hogy az emberiség el tudjon jutni a mennyországba, amit létrehoz saját magának. Az Elizeumban is reprezentálja ezt az akadályt, a menny az embernek, hogy eljuthasson a saját maga által létrehozott mennyországba. El kell pusztítani a teremtőt, aki gonosz, mint a District 9-ban van ez az űrhajó. Ugyanezt található a függetlenség napjában is, meg még kismillió másik filmben. Ezt magyarázza el most a gyereknek, hogy a szülei fenn vannak a mennyben, égben van, de köztük van a USS Nomad, ami megakadályozza, hogy ők eljussanak oda. De nem ez az egyetlen probléma? So, Ugyanolyanok vagyunk, hisz egyikünk sem fog oda kerülni. Az ember sem, meg a robot sem. El kell pusztítani a várost a mennyben, és aztán létre tudjuk hozni a saját magunk földi paradicsomát. Ez az üzenet a filmnek. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm. És Nirmáta létrehozott egy olyan robotot ennek a kisgyereknek a személyében, aki már növekedésre képes, sőt, ahogyan növekszik, úgy növekszik a hatalma, az ereje, és minden robotot képes lesz irányítani a világon, pontosan úgy, mint Isten. Isten fia, felnő, és ő maga Isten lesz, és irányítani fogja az összes robotot a világon. Ez a szuperfegyver lényege. Ezt említettem korábban, ez a férfi, aki egy ember, ezzel a robotnővel él együtt, mint egy pár, és felrobbant a robotnő, elpusztult, kikapcsolódott, vagy mit tudom én mi, és aztán ő ezt siratja. Ami ugye manapság még csak távolinak tűnik, azonban már elindult ez a szexrobot dolog, mesterséges intelligencia, chatrobotok. robotok which woman A férfi és a nő kapcsolatának a megmérgezése és a házasság, meg a, úgy általában véve a normál párkapcsolatnak az ellehetetlenítése és pusztítása. Az könnyen oda vezet ne, ha lenne annyi időnk, hogy kialakulna egy ilyen világ, mint itt, vagy akár a szányos fejvadászba. Ebben a jelenetben kiderül, hogy Nir Mata az nem más, mint az ő filmbéli felesége, aki mindvégig egy mesterséges intelligencia által irányított robot volt, illetve ő volt maga a mesterséges intelligencia Isten nő, hogy hogy esett teherbe, fogalmam sincs, de a lényeg az, hogy tőle teherbe esett ez a robot nő, a saját magzatát, you need to wake up. és aztán megalkotta belőle Alfit vagy alfaót ezt a csodafegyvert, tehát az ember, és a robot egyesüléséből létrejött az Isten, akinek csak fel kell növekednie. Dániel utal erre a második fejezetben, mikor azt mondja, hogy pedig lábakat és ujjakat részint cseréből, részint vasból vanónak láttál. Ez Nabukodonozor álmodik egy szoborról, aminek a feje aranyból van, a melkasa, az ezüstből, utána a hasa bronzból és vasból vannak a combjai. A lába viszont, illetve a lábfeje cserép és vas ötvözetéből való. A birodalom két felé oszol, de lesz benne a vasnak erejéből, amit láttad, hogy a vas elegy volt az agyagcseréppel. Pont úgy, mint ahogy a mechanikus organikussal, mint az emberrel egyesül ebben a filmben, meg az elit elképzelése szerint, hogy feltöltjük a tudatunkat, hogy robotként élünk tovább, egyesül az organikus a mechanikussal. Ez az idő, amiben élünk, és ezt mondják el nekünk, hogy a lábaújjai részint vas, részint cserép, pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel, azok emberi mag által emberi mag által vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, mint ahogy a filmben összevegyült a robot és az ember emberi mag által. Ez, amiről ír Dániel ebben a fejezetben. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobaba, illetve Yahoo útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.